Amikor Buzánszky Jenő meghalt, szinte az összes labban azt írták, hogy az aranycsapatnak nincs több élő focistája. Ugyan az angolok elleni 6-3-ra nyerő válogatottból tényleg ő élt legtovább, de az aranycsapat nem csak ebből a 11 emberből állt. Sándor Csikar, Várhidi Pál, vagy éppen Tóth Kettő József is ott volt a válogatott keretben. Együtt edzett és játszott Puskásékkal. Ráadásul Tóth Kettő az 1954-es VB-n a németeknek is gólt lőtt, majd kezdő volt a brazilok ellen. Ha ott nem rúgják le, könnyen lehet, hogy a VB döntőn is játszott volna. Mégiscsak nagyon ritkán emlegetik az aranycsapat tagjaként, amelynek egyébként ő az utolsó még élő tagja. A kórházban találtuk meg Józsi bácsit. Azt hiszem, hogy kevés olyan 50 év feletti férfi van Magyarországon, aki nem tudja versként fújni, hogy Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai kettő, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Cibor. Pedig ebben az összeállításban csak 4-szer játszott az úgynevezett aranycsapat. A többiekről kevés szó esik, még úgy is, hogy Sándor Csikar, Várhidi Pál, vagy éppen Tóth kettő József nélkül sosem lett volna aranycsapatunk. Tóth kettő József hálószobája Csepelen 1954 óta él itt. Innen indult a svájci világbajnokságra is, ahol azután oszlopos tagja lett a VB ezüstérmes csapatnak. A németeknek gólt is rúgott a 8-3-as meccsen, a brazilok elleni győzelemért pedig szó szerint az egészségét adta. Mégsem skandáljuk a nevét az aranycsapat tagjai között. Puskás szinte rácsap az új labdára, aztán keresztbe rúgja át a másik oldalra Tóth kettőt a labdát. Tóth kettő elmegy vele, összejátszik Kocsissal, Kocsis gyönyörűen szökteti újra Tóth kettőt. Hoppás támadás, de Ferrario! Eredetileg az otthonában beszéltünk meg találkozó Tóth Józseffel, de egy nappal korábban megbetegedett és kórházba kellett vinni. Éppen szívultrahangról hozták vissza a kórterembe, amikor odaértünk. Kicsit nehezen beszélt, de azért jókedvűen fogadott bennünket. Természetesen rögtön az aranycsapatról kérdeztem. Te aranyba van. Nagyszerű gyerekek voltak ők. Ők nem is érdekes az, hogy ők milyenek voltak. Más emberek voltak. Más emberek voltak? Más emberek. Milyenek? Nyerni akartak mindig. Ez volt a recept? Mindig. Nem bírtak nyerni, vagy veszteni. Ebbe a fantasztikus csapatba került be Tóth kettő József, hogy azután 12 válogatott meccsén gólt rúgjon a többi között a németeknek, az angoloknak, az olaszoknak és az osztrákoknak is. Újabb ragyogó csel, aztán befelé ível, Kocsis csúsztatja tovább, Tóth kettője a labda, Tóth kettő lő, gól! Volt olyan válogatott meccs, ahol Puskás személyesen kérte Sebes Gusztávot, hogy ne ültesse a kispadon Tóth kettőt. Azt mondta az öcsi, hogy főnök, miért nem rakja ebbe a svávot? Azt mondja, miért? Ha 0-0 voltam, egy kapura játszunk. Nem bírunk a gólkodni. Nem, majd fogunk. És akkor bejöttem én, elmentem a jó szél, beadtam. És az ocsi kapásból gólt helyett. Tóth kettő pályafutása innen a Vas megyei Mersevátról indult. Ma már az ő nevét viseli a helyi sportpálya, ahová a polgármesterrel és az egykori játékostárssal Józsa Gyulával mentem ki. Utóbbi Tóth kettő József, vagy ahogy ő hívja, Bózsi legnagyobb rajongója, mindent tud róla. Ő a falunak a szimbóluma volt, amikor hazagyütt, az iskola szünetbe, akkor itt egy nép ünnepi volt már a gyerekek közt, mert hozta vele mindig ezt a nagy pirospöttyös labdát. Gyula bácsi kedvenc emléke az, amikor Tóth kettő már csepeli játékosként beszállt a falu csapatának egyik sörmeccsére. 38-as lába volt, és hát nem volt kisebb cipő, mint 40-es. Az orrát vattával tömték ki, de még akkor is kiárt a sarka. Gyermekkorában olyan is volt, hogy a nagymamája rázárta a kamra ajtót, és csak akkor engedte ki, amikor a foci csapatot szállító lovaskocsi már a szomszédfaluban járt. Tóth József azonnal futásnak eredt, és egy jó fél óra múlva utól is érte a szekeret. Első fél időt a kapuba állta, bement be a kapusnak, mert hát ugyanok kifutotta magát. A második fél időben meg már játszott. Hát ilyen volt, ez volt a Tóth kettő József.
A merseváti csapat ma a megye 2-ben játszik, nincs Tóthoz hasonló játékosuk. Az öltöző azért tiszta és rendezett. A polgármester imádja a focit, és amiben tud, segít. Szerinte Tóth 2-t és Várhidi Pált sokkal nagyobb becsben kellett volna tartani. Gál László az aranycsapat elfeledett legendái című könyvét hozza bizonyítékként. Ha valaki azt elolvassa, hogy ennélkül a két ember nélkül az aranycsapat nem aranycsapat, tehát mindig elfelejtik őket, elfelejtik a Tóth 2-t is, és ő még élő legenda, és nem jogos, őt sokkal jobb helyen kellett volna tartani, biztos. Merseváltról ugrás vissza Budapestre. Mészői Kálmánnal, aki még játszott Tóth 2 ellen, azt beszéltem meg, hogy eljön velem a kórházba. Állta is a szavát, de azután a több órás várakozás elfárasztotta, így a kórterembe már nem jött fel, hazament. A tétlenül töltött időben kérdeztem Tóth 2 erényeiről, na meg arról, hogy beférne-e most egy BL csapatba. Beférne tulajdonképpen, mert marra gyors volt. Ilyen filigrán srác volt, tehát nem egy ilyen nagy acélos valami, de olyan technikával és olyan gyorsasággal rendelkezett, hogy ez volt neki a legfőbb és a legnagyobb erénye, és abban az időben ez volt a Budainak, ez volt a Sándor Csikarnak, a Radu Jóskának. Budai 2 és Tóth 2. A legnagyobb riválisok voltak, hiszen kettejük közül csak egy játszhatott a válogatottban. Mészői szerint azért lett Budai a nyerő, mert ő a Honvédban volt, és nem a Csepelben. A Kocsis ragaszkodott a Budaihoz, ahogy elmesélik azt az időszakot, és akkor Budai Kocsis volt a jobb szán, a válogatottban is, meg a Honvédban is. A Csikar egy nagy vagány volt, a Bozsi meg néha meg se szólalt, egy hét alatt kétszer se. Szóval ez jó is volt, egy nagyon tisztességes, de azért a futballban is szeretik, hogyha beszólnak. Te hova teszed, majd passzolj már, meg hogy mennek a beszélgetések, stb. Ő nem ez a típus volt. Olyannyira nem, hogy hiába volt nagyszerű labdarúgó, megtiszteltetésnek vette, ha Puskás egyáltalán hozzászólt. És ki volt a fő? Puskás vagy Kocsis? Egyik se. Egyik se? Egyik se. Cuszon. Bozsik? Cuszon. Pedig olyan csöndes ember volt. Az volt. Csöndes, drága jó gyerek. Csak hogy ez a drága jó gyerek Puskást is leszólta, ha kellett, mondja Bozsi bácsi, aki egy vicces történetet is elmesélt. Az egyik meccsen a bikanyakúnak becézett Kocsis fejére tette a labdát, akinek szinte fel sem kellett ugrania érte. Puskás persze rögtön zrikálni kezdte a nagyokat ugró fejes királyt. Minek tornázol fenn a francba, fejbe száll a Bozsi, majd fejbe rúzis a labdát. Tudod, a röhögésnél azt hiszük, becsinálunk arra. Mindenki röhögött. Tóth 2 itt a Csepeli stadionban volt igazán otthon. 1948 és 61 között majdnem 300 bajnoki meccset játszott a klub mezében, és 78 gólt lőtt. A mai klub tulajdonos szerint mégsem szállt el sosem. Én úgy jellemezném őt a legjobban, hogy a világon a legegyszerűbb ember volt itt Csepelen. Semmiféle kérkedés nem volt benne azért, mert ő az aranycsapatnak volt a tagja, hanem egyszerűen gyári melósnak tartotta magát, aki a mai napig azt mondja, hogy jól tud futballozni. 1954-ben viszont kevés ideje volt bemenni a gyárba, hiszen a válogatott a svájci VB megnyerésére készült. Sebes Gusztáv szövetségi kapitány kezdőként számított Tóth 2-re, aki nagyszerűen játszott a németek elleni csoportmeccsen és a brazilok ellen is. Itt azonban lerúgták, így a döntőt már a lelátóról nézte végig. A Berni döntőn, hogy nem játszott, nyilatkozta is, hogy ha azon a mérkőzésen nem lett volna sérülése, akkor ő biztos, hogy bolondot csinált volna az ellenfél bekéből. Többször körbefutott az előtte levő mérkőzésen, azon a 8-3-ason. Hasonlóan véli a Digisport kommentátora és bloggere, Egri Viktor is. Könnyen lehet, hogyha ő egészséges, akkor teljesen máshogy alakulhatott volna, esetleg az aranycsapatot nem pusztán azért emlegetnénk aranycsapat néven, mert az arany az egy még nemesebb fém, mint az ezüst, hanem azért, mert tényleg aranyérmet nyertek volna a fiúk. A VB döntőn tehát Józsi bácsi nem játszhatott sérülés miatt, ami máig fáj neki, mint ahogyan a vereség is. Szerinte ennek egyébként egyetlen egy oka volt. Egy bizonyos William Ling nevű úré, vagy nem annyira úri ember. Volt egy angol bíró. És én kaptuk az angol bírót, hát bizony megkaptuk a hétvegyünket is, meg a harcetsünket is.
Vagyis szerinte az angol bíró bosszút állt a két magyar győzelemért az angolok ellen. Ezt persze utólag már senki nem tudja megmondani, hogy így volt-e, de az biztos, hogy 3-2-es német vezetésnél a bíró érvénytelenítette Puskás szabályos gólját. Ha akkor azt megadja, nem adta meg. Igen, minden közvetítettem 2002-ben egy Csepel-Diósgyőr mérkőzést. Egri Viktort arról is faggattam, hogy miért éppen egy barátságos mérkőzés, vagyis a 6-3 után hirdettek aranycsapatot. Mitosz épült e köré a 6-3-as győzelem köré. Ez valahogy, mint hatalmas nagy siker, valószínűleg itthon eladható is volt, lehet, hogy propaganda célokat is szolgált, ezt sem tartom kizártak, és akkor ez így rögzült. Ezt emlegették, ezt hallották már a gyerekek is, hogy a 6-3-on, amikor, és akkor sorolták a neveket. Hát mondjuk lehetett volna a brazilok ellen 4-2-re győztes VB csapat meccs. Is a VB-n, és akkor Tóth 2 szerepelt volna benne. A kommentátort arról is megkérdeztem, hogy kihez lenne hasonlítható Tóth 2 a maiak közül. Hát akkor vegyük úgy, hogy mondjuk a második, harmadik számú brazil jobb szélsővel volt akkor egy szinten. Ez mondjuk Danilo a Real Madridból talán. Tehát nagyjából egy ilyen szint. Józsi bácsit amúgy nem nagyon érdekli, hogy az aranycsapat teljes jogú tagjának tartják-e. Amikor erről kérdeztem, csak annyit mondott, hogy benne volt a 22-es keretben a svájci VB-n. Abban a keretben, amelyből már csak ő él. Én már csak úgy gondolok rájuk, tényleg mindenbét. Csak ami jó, ami szép. És mindig csak a szépre. Tóth 2 József szerénységére egyébként jellemző az a történet, amit itt a Csepeli stadionban tudtam meg. Ezt egyébként róla akarták elnevezni, de ő kimondottan kérte, hogy ezt ne tegyék meg, sőt még javaslatot is tett. Azt mondta, hogy legyen a stadion névadója a gyáralapító Weiss Manfred, aki nálánál sokkal többet tett Csepelért. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Józsi bácsi amúgy azt üzente kamerán kívül a focistáknak, hogyha mindenképpen alkoholt akarnak inni, az fröccs legyen, mert a sör felfújja és felpüffebbre nem lehet szaladni. Amúgy úgy tudom, hogy Puskás öcsi is a kis fröccsre esküdött, úgyhogy lehet ebben valami.